kemény hangon bírálta a Florinkozu csapatát a Nemzeti Liberális Párt leköszönő elnöke. Ludovik Orbán azt mondta, a kongresszuson minden demokratikus elvet és szabályt felrúgtak azért, hogy Florinkozu nyerhesse el a pártelnöki tisztséget. A Nemzeti Liberális Párt elnöki tisztségének elvesztése után Ludovik Orbán gratulált a kongresszuson Florinkozunak a győzelemhez, és bejelentette, lemond a képviselőházi elnöki tisztségről is. A lemondásom hétfőn Florinkozu megválasztott elnök asztalán lesz, és engedjék meg, hogy még közöljek egy dolgot. Ettől a pillanattól kezdve nem létezik már semmiféle partnerség Ludovik Orbán és Klaus Johannis között. Orbán ezzel arra utalt, hogy az államelnök nyíltan kampányolt Florinkozu mellett, amivel a leköszönő pénéli elnök szerint semmibe vette az alkotmány előírásait. Ludovik Orbán ma sajtótájékoztatón jelentette be, hogy benyújtotta lemondását a képviselőházi elnöki tisztségről. Az alsóházhoz azonban még nem nyújtja be a lemondását, mert a PNL elveszítheti a házelnökséget, jelenleg ugyanis nincs semmi garancia arra, hogy a tisztségért kiírandó szavazáson a PNL jelöltje megszerezni a kellő szavazatszámot. Nem akarok esélyt teremteni arra, hogy Csolákut vagy a PSZD valamely más képviselőjét válasszák meg házelnöknek, fogalmazott Orbán. A PNL leköszönő elnöke ugyanakkor éles bírálatot fogalmazott meg a Kötsu tábor ellen. Dopo campagne in care racolarea în echipa câștigătoare s-a făcut mai mult cu arcan. Egy olyan kampányon vagyunk túl, amelyben az úgynevezett győztes csapatba erőszakkal toborozták az embereket, menesztették tisztségükből több támogatómat, nyomást gyakoroltak rájuk, fenyegették őket, közpénzeket ígértek a támogatásért cserébe, és a PNL elnökét aljasabban támadták, mint azt korábban a PSD tette. Ezt tetőzte egy úgynevezett kongresszus, amelyen a demokrácia legfontosabb elvét tiporták el, a szabad választáshoz való jogot. Hozzátette, meggyőződése, hogy Florinkozu elnöksége nagyon rövid időtartam lesz, és az sem kizárt, hogy ejtik a PNL újonnan megválasztott elnökét, annak érdekében, hogy helyreálljon a kormánykoalíció.